Sziasztok! Ugyebár tavaly Sorter visszavonult a videózástól, de ez nem jelenti azt, hogy a Retro Gamer csatorna magára maradt volna, ugyanis nekem is van elég sok élményem régi, illetve régebbi videójátékokkal kapcsolatban. Néhányat már meg is osztottam pár évvel ezelőtt, de maradt azért még rendesen. Ebben a videóban, illetve videósorozatban pedig nem más lesz a téma, mint az a demo CD, amit gyerekként a legelső számítógépünkhöz kaptunk. Pontosabban a második számítógépünkhöz, de ez volt az első, amiben volt CD lejátszó. A legelsőn csak DOS volt, és ezen is voltak remek játékok egyébként, de ez egy másik történet. Ennek a CD-nek a hivatalos neve DC CD Club volt, több kiadás létezett ebből, mindegyiken demo válogatások voltak akkori játékokból, ahogy láthatjátok kategóriákba sorolva, és az a durva, hogy egészen kb. Egy évvel ezelőttig a CD-n lévő játékok közül egy csomóra nem is emlékeztem, illetve volt olyan, amire igen, csak a nevét nem tudtam. Míg egy nap fel nem fedeztem, hogy egy YouTube csatornán fenn vannak ezeknek a CD-knek a tartalmai, köztük annak is, ami nekünk megvolt. Amikor megláttam ezt a videót, olyan gyilkos nosztalgia pofont kaptam, hogy fél óráig csak bámultam a képernyőt és hallgattam ezt a zenét. Íme a gyerekkorom első igazi videójáték gyűjteménye. A DC CD Club 5. része. Itt van minden játék, amivel akkoriban töltöttem az időmet. Ahogy láthatjátok, volt azért köztük néhány olyan cím is, ami azóta klasszikus lett, és sok olyan is, amiről senki nem hallott. Az utóbbi pár hónap során be tudtam szerezni az összes játékot ilyen-olyan formában, úgyhogy most végig fogunk menni az összesen. Mindegyiken. Végig maratonozzuk a teljes gyűjteményt ABC sorrendben, minden kategóriát egybeömlesztve, csak hogy változatosabb legyen, és megnézzük, mik voltak azok a címek, amik alapvetően határozták meg a videójátékokhoz való viszonyomat. Nem lesz rövid, de remélem élvezni fogjátok. Essünk neki, és kezdjük az Alien Cabal-lal. Ja Istenem, ez a kép! Ez a grafika! Ezek az épületek, az a tűz a háttérben, ezek a fák, a kerítés, ezek az ügynökök, hogy néznek ezek ki? Ezek a szobák! Ennél a Wolfenstein 3D-ben több berendezés volt, ez az újság! Na jó, ez elég királyul néz ki. Na ezt nevezem erős indításnak! Ez a gyerekkorom része, amit itt láttok! A gyerekkorom pokla! Az Alien Cabal egy Doom klón, ahol űrlények támadják meg a Földet, és nekünk velük kell harcolni, meg az űrlények által kitenyésztett klónügynökökkel. Nem vicc, itt van leírva, ezek inkább a Blues Brothers-hoz hasonlítanak. Bevallom, az animációk, ahogy szétlőjük a berendezési tárgyakat meg az ügynököket, egészen tetszettek. Egyébként ez valami iszonyatos. Gyerekként tetszett, mert ez a kis városka a kb. 4 épülettel, amikbe szabadon be lehetett menni, meg a kis parkkal, temetővel, stb. Tök nagynak tűnt, de a második pályára például szerintem soha nem jutottam el, szóval azért elég hülye lehettem, de a játék se egyszerű ám. Van középen 3 gomb, amiket megnyomva kinyílik először egy raktár, aztán a temető, érted, a temető kaput egy tőle 10 méterre lévő gombbal kell kinyitni, és aztán a temetőben egy másik gombbal kell megnyitni a kijáratot, de ez csak akkor működik, ha a raktárajtót előtte bezárjuk. Na ennek aztán marha sok értelme van. A második pálya már egy űrhajóban játszódik, ahol támadnak a Pepsi-menek. Ezeknek a halál animációja egészen pofás. Meg óriás méhek? De mi? Miért óriás méhek? Biztos berágtak, amiért szétlőttem az otthonukat még az előző pályán. A mozgás annyira szar, csak fel akarok menni ezekre a kis torony izékre, de nem hagyja a rohadék. Itt már kulcsokat is kell keresgetni, és teljes megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy noha nem tudok ugrani, de olyan lassan esek le, hogy át tudok lebegni két platform között. Zseniális. Végül megcsináltam a második pályát, és ennyi volt a server verzió. Biztos fenn van valahol a teljes is, de ebből nekem ennyi bőven elég volt. A következő már egy érdekesebb darab, ez is FPS, és ez is Alien, de ez már Alien Trilogy 1996-ból. Egy elég híres játék, mely az első 3 Alien filmre alapoz. Ellen Ripley-t irányítva kell rengeteg pályán írtani a xenomorfokat, facehuggeröket, androidokat, meg minden mocskos dögöt, amit ismerünk a filmekből és képregényekből. Előre is elnézést, csak kicsit akadozónak fog tűnni a játékmenet, de sajnos a játék irányítását nem sikerült tökéletesen megoldanom. Az egérrel való nézelődés csak úgy jött össze, ha közben az egér előre-hátra húzásával mozog a karakter, így a mozgás kicsit kaotikus lett,
Persze meg lehetett volna oldani egér nélkül is, de ez nem igazán az a játék, ahol ez előnyös. Kivéve azt a néhány platformon ugrálást, ott inkább hagytam az egeret. Gyerekként kifejezetten féltem ettől a játéktól. Már maga a nyitó cinematic eléggé hangulatos, aztán BOOM! Ott találod magad tök egyedül, egyetlen pisztollyal egy alienek által ellepett űrhajón, és túl kell élned. Persze az akkor megszokott FPS védjegyek megvannak, a földről felszedegetni a fegyvereket, lőszert, élettöltőket, kulcskeresgélés helyett az zárt ajtókhoz aksikat kell találni, és persze rengeteg a titkos hely. Azt tetszik a játékban, hogy nincs semmi időhúzás. Rögtön az első pályán csapatostól küldi ránk az ellenségeket, és később sem nagyon lesz nyugtunk tőlük. Bár nem kifejezetten okosak, de eléggé nyomulnak ahhoz, hogy minél hamarabb meg akarj szabadulni tőlük. Már amikor éppen nem szégyenlősek, a fészágöröket rendszeresen kergettem fel alá, mint valami csirkéket, de az alienekkel is tök jó páros táncot lehet nyomni, ha éppen egyedül vannak. Most nézzétek ezt meg, hát komplett hülyét csinálok belőle. Képzeljétek el egy ilyet az Alien Isolation-ben. A fő ellenfelek se az eszükről híresek. Az Alien Queen például az egyik legszánalmasabb boss, amihez valaha FPS-ben szerencsém volt. Említettem, hogy sok a titkos hely. Na, ezeket fokozottan ajánlott felkutatni, mert alapoz rájuk rendesen a játék. Szerencsére minden pályán van egy Automapper nevezetű térkép, amit ha felveszünk, akkor egyértelműen láthatjuk, melyik falakat lehet átrobbantani. Nem csak rengeteg lootot találunk, de a combosabb fegyverekhez is így tudunk hozzájutni, és ezekre bizony szükség lesz, mert nélkülük a játék az 5.-6. pálya környékén iszonyatosan nehéz lesz. Különösen a gránátvetős Pulse Rifle lesz létfontosságú, ami a legjobb fegyver a játékban, talán túlzottan is OP lett, viszont ha nem szedjük fel időben, akkor cseszhetjük a későbbi pályákat. Én a második feltöltő pályán találtam meg egy felrobbantható fal mögött. Ezek a feltöltő pályák ilyen köztes, időre menő, rövid ellenség nélküli szakaszok, ahol van egy percet kicsit visszatápolni magad, nem rossz ötlet. Egyébként abból a szempontból eléggé unfair a játék, hogy én úgy vettem észre, minden újabb pályán egyre erősebbek az alienek. Az elején 3 shotgun lövéssel ki lehet őket nyírni, később már 5-6 kell egy ugyanolyanba. De nem csak az alienekbe, hanem a facehuggerökbe és még a tojásaikba is. Viszont onnantól, hogy megvan a pulse rifle, majd később a hasonlóan brutális smart gun, gyakorlatilag bekapcsol a very easy mode. Amit az is segít, hogy az életed bőven 100, sőt 200% fölé vihető, plusz még 200 pontnyi armort is magadra tudsz pakolni. És a pályák tényleg rogyásig vannak titkos helyekkel, amik meg rogyásig vannak lőszerrel. A grafikát 25 év távlatából nehéz meg élni, főleg úgy, hogy még a Half-Life forradalma előtt járunk. Ez mondjuk az irányításon is érződik, a mélységek és magaslatok látványosan kifognak az engine-en. Nem tudom, ez a látvány akkor mennyire számított kimagaslónak, szerintem rá lehet mondani jó szívvel, hogy oké. Okay. Főleg mondjuk az egy évvel későbbi Alien kabálhoz képest. A szörnyek mozgása elég idétlen, de a tereptárgyak tűrhetőek és autentikusak, akár csak a fegyverek. Szóval nem mondom, hogy nagyon tetszett, de nem is igazán zavart. Hello my baby, hello my honey! Amit viszont utáltam, az a sötétség. Annyira rohadtul nem látni semmit a pályákon, hogy az kiszívja az emberből az életkedvet. Néha kapunk elemlámpát meg éjjellátót, ami egy kicsit javít a helyzeten, de ezek is lemerülnek hamar, úgyhogy részemről nyasgem. Illetve az is idegesítő, hogy szinte semmi támpontot nem kapunk a kapcsolókhoz. Kiír ilyeneket, hogy ajtó aktiválva, meg lift aktiválva. Oké, de melyik rohadt lift? Melyik rohadt ajtó? Egyébként belenéztem a PS1 verzióba is, és az valamivel jobbnak tűnik, úgyhogy ha meghoztam esetleg a kedveteket hozzá, akkor szerintem azzal jobban jártok. Bár igazából ez a verzió se rossz. Az irányítás és a látvány avítas, de a pályák kidolgozása rendben van, a zene hangulatos, a pulse rifle-lel alázni megunhatatlan, és az is elég beszédes, hogy bár kb. A felénél bőven kialakult róla a végső véleményem, azért mégiscsak végigjátszottam, mert élveztem. Az Alien Trilogy egy tök jó játék, ami kiállta az idő és a nosztalgia próbáját. A következő játék is FPS, méghozzá a Bloodbath at Red Falls, amiről nem sokat tudok elmondani lévén, ennyi az egész. Állunk egy helyben és lőjük a felbukkanó ellenségeket. Gyerekként teljesen oda voltam ezért a játékért, az élethű karakterek miatt, de mai fejjel, hát finoman szóval nem vagyok elájulva. Nem találtam meg a teljes verziót, csak a demót, de Rocker Lali már csinált egy bemutatót erről a játékról évekkel ezelőtt, és ahhoz szerintem nem is tudnék mit hozzáfűzni, úgyhogy aki kíváncsi részletesebben a Bloodbath at Red Falls-ra, a leírásban megtalálja az említett Lali's Games epizódot, ott mindent megtudhat, én pedig haladok tovább, mert így is több időt pazaroltam erre a szarra, mint kellene. Bust a Move 2. Na, végre nem egy FPS, hanem egy logikai játék. A Bubble Bobble nevű játék főhősével kell azonos színű üveggolyókat összepárosítani egy ágyú segítségével, amíg minden golyó el nem fogy a pályáról.
Persze közben a mennyezet is jön lefelé, hogy jól kitoljon velünk. Vannak extra golyók, amiket kilőve vagy eltalálva nagyobb pusztítást tudunk végezni, plusz ki kell használni a falról visszapattanást. És ennyi. Van egy úgynevezett story módja a játéknak, ahol az egyre nehezedő pályákon kell átküzdened magad, és ha sikerül, akkor you are the king. Van két játékos mód, co-opban és gép ellen egyaránt. Utóbbi három nehézségi fokon, és egyébként egyáltalán nem könnyű. Főleg amiatt, mert már normál módon is megjelennek a random golyók a pályán csak úgy, és teljesen szétcsesznek mindent. Viszont mégis érdemes küzdeni, mert az ellenségek reakciója, amikor veszítenek, minden pénzt megér. Főleg Baron von Blaba arc kifejezését egyszerűen imádom. Meg ezek az átvezető animációk, hát beszarok rajtuk. A Bust a Move 2 egy kedves, aranyos, szórakoztató játék, de sajnos nem egy zuma. A fő probléma az a célzás. Rohadt könnyű mellélőni az ágyúval, ami nagyon idegesítő, és persze az ilyen játékok jól ismert tulajdonsága is jelen van, nevesül, hogy sose ad olyan színű golyót, amilyen éppen kéne. És ez a borító? Ez mi a franc? Ezzel együtt kellemes móka, de semmi maradandó. Akkor már inkább ajánlom az umát. Térjünk inkább rá a következő játékra, ami nem más, mint egy igazi klasszikus. A hírhet, erőszakos, vérben tocsogós Carmageddon. Biztosan mindenki tudja, ha másonnan nem is, hát onnan, hogy Sorter is csinált már videót a Carmageddonról korábban, hogy a játék a megjelenésekor rendesen kiverte a biztosítékot öncélú brutalitásával, hiszen a versenyek közben simán el lehet gázolni akármennyi gyalogost, sőt, ezért még plusz pontokat és plusz időt is kapunk. Emellett nem csak úgy lehet megnyerni a versenyt, hogy elsőként érünk a célba, hanem úgy is, hogy az összes ellenfelünket totál károsra zúzzuk. A játék ennek megfelelően egy kaotikus free-for-all, ahol tényleg az a cél, hogy mindent kinyírjunk a pályán, és ez marha jól működik még ma is. Áthajtani a szerencsétlen járók előkön, belehajtani az ellenfelekbe, felkenni őket a fákra, falakra, beletolni őket az aknamezőbe, szétcsapni az összeverődött tömegen, egyszerűen zseniálisan beteg. Külön imádtam, amikor sikerült valamelyik versenyzőt felborítanom, majd szépen, komótosan elhátráltam és full sebességen kilapítottam őket, mint egy kibaszott harckocsi. BAM! Ó, figyeljetek, figyeljetek, ez olyan gyönyörű lesz, hogy belekerül a történelem könyvekbe! Nem már! A játék egyébként pontosan erről is szól. Ez egy roncs derbi. Persze meg lehet nyerni a versenyeket a checkpointokon való áthaladással is, de semmi nem ösztönzi az embert, hogy ezt az utat válassza. Maximum, ha már marhára unja a gumiabroncsos lambadát, akkor ez egy egyszerűbb kiút a versenyből. Néha. Bár ez se feltétlenül igaz, mert a kijelölt versenypályáról nagyon könnyű letérni, és érdemes is, hiszen rengeteg pontot lehet bezsákolni a gyalogosok és útmenti hordók elgázolásával. Utóbbiak ideiglenes extrákat is tudnak adni, például turbót, erősebb kasznét, robbanó gyalogosokat, amik több pontot érnek, illetve ugráló kocsit, amit nagyon rüheltem, hiába vicces a hangja. A begyűjtött pontokból fejlesztéseket tudunk venni a pályák között, nagyon alap az egész, de legalább van ilyen is. Az ellenfelek nagyon agresszívak, még csak véletlenül sem követik az útvonalat, hanem egymást és főleg a játékost támadják, ami tovább sarkalja az embert arra, hogy inkább pusztítson, mint versenyezzen. Azt a kurva! Tény, hogy régi a játék, de a grafika szerintem akkor is ocsmány. Mondjuk, a rohangáló, kalimpáló emberek látványában van valami nagyon bájos, ahogy Bane-ján futnak az életükért, mielőtt felkelődnek a szélvédőre, meg ki kell emelnem a sofőrnézetet a bal felső sarokban, ami nagyon szórakoztató, de ezeket leszámítva nem öregedett túl szépen a játék. Ami viszont nagyobb baj, az az irányítás. A gyorsulás, a kanyarodás annyira lassú és nehézkes, hogy már rövid távon képes lefárasztani az ember. Nem tudsz korrigálni, nem tudsz finoman irányba állni, nem tudsz gyorsan reagálni, ami egy autós játéknál nem egy olyan kis apróság, ami fölött simán szemet húny az ember. Hiába poénosak és jól kitaláltak a pályák, mert egyébként abszolút azok, ha egyszer nem jó rajtuk közlekedni. Ráadásul van egy-kettő, ami tényleg nagyon fárasztó, például ez az alagutas, ahol sikerült durván eltévednem, se az utat, se az ellenfeleket nem találtam, a térkép se segített sokat, és így kószáltam vagy 20 percig. Nem volt túl kellemes. Viszont a nyitottabb pályák még a gyakra irányítással együtt is meglepően sokáig le tudtak kötni. Jaj, ne, már megint Káosz Birodalma flash-en van. A Carmageddon egy nagyon öncélú, nagyon primitív, de kétségtelenül szórakoztató játék, amit a hibái se tudnak elrontani. És ha esetleg úgy döntötök, hogy kipróbáljátok, nagyon ajánlom a magyar szinkronos verziót beszerezni, mert ez nagyon kész. Rossz az irány, bazd meg! Bocsika! Ó, bazd meg! Ó, a kurva életbe! Ennek vége! Ez az, gyerünk tovább! Következő Championship Manager 97/98. Rendben, adjunk nevet.
most mi történik? Ez már a játék, vagy ez mi? Oké, akkor válasszunk csapatot. Nem tudom. Aztán írjak be még egy nevet. Minek? Minden játékost el kell neveznem, vagy mi ez? Ja nem, most három játékos módban vagyok. Ó, tehát... Hűha! Oké. Hát ez... Jó van, fogalmam sincs, hogy mit csinálok, vagy hogy mit kéne csinálnom. Mi? Azt mondja, nagyon elégedettek a menedzseri teljesítményemmel? Tényleg? Jó van, akkor folytassuk. Rendben. Ez volt a Championship Manager 97/98. Biztos van valami értelme ennek, de nekem fogalmam sincs, hogy fogalmam sincs. A mai napra az utolsó játék a Cobra Gunship. Ez egy kétdimenziós lövöldözős cucc, ahol egy helikoptert irányítva kell különböző küldetéseket végrehajtanunk, amik egy küldetésfán oldódnak ki. Ez tök jó pofa. Kezdetben gyopárszar fegyvereink vannak, de a sikeres missziók után kapott, illetve a missziók közben összegyűjtött pénzért vásárolhatunk jobbakat, plusz jobb páncélt, ami több életerőt jelent, jobb motort, amitől gyorsabbak leszünk, és könnyebben tudunk navigálni, illetve másodlagos fegyvereket, például bombákat, rakétákat, hőkövető rakétákat, taposóaknákat, stb. Ezeket váltogatva különböző célpontokat könnyebben ki tudunk iktatni. Néha embereket is kell mentenünk, illetve szabotőröket is szállítunk némelyik pályán, akik ha lerakjuk őket egy épület mellé, akkor felrobbantják. Ezt amúgy a megmentendő katonák is megcsinálják, tehát van olyan pálya, ahol a kiszabadítani szánt fazonokat simán ráköthetjük az ellenség gyáraira, mert persze értem én, hogy biztonságba akar jutni, de a munkaidőnek még nincs vége. Ahogy látjátok, tök jó kis grafikája van a játéknak. Semmi maradandó, de ezzel a háttérrel meg a színekkel nagyon hangulatos. Külön kiemelve az előbb említett gyalogos katonák mozgás animációit, nagyon jól ki van dolgozva. Az egyetlen, ami nem jött be, hogy a lövedékek sokszor nem igazán látszódnak, és azért néha van lövedékpokol rendesen. Ez... csak egy egészen kicsit megalázó. A játék nem rossz, de irgalmatlanul nehéz. Nem viccelek, ez az egyik legkeményebb játék, amit valaha kipróbáltam. Az egyik legnagyobb szemétsége, hogy nem tudod újrajátszani a korábbi pályákat, hogy pénzt gyűjts fejlesztésekre, így mindig csak az éppen aktív pályáknak mehetsz neki, és ha éppen mondjuk valamelyiken nem sikerült elég pénzt összeszedni, mielőtt megcsináltad, akkor az egyetlen lehetőség a javításra, ha meghalsz és újra kezded. De épeszű ember ilyet nem fog csinálni, mert a pályák kb. A 10-től fölfelé agyrohasztóan durvák. Élettöltő nincs, checkpoint nincs, ami azt illeti pályák után sincs, csak manuálisan tudsz menteni, úgyhogy ezt ajánlott észben tartani. Iszonyatosan sok ellenséget dobál rád a játék, amik minden irányból lőnek, nagyon sokszor még sürget is valamivel, például védj meg egy bázist, mielőtt az ellenségek felrobbantják, vagy szedd fel a katonákat, mielőtt az őket üldöző konvoj átmegy rajtuk, mert lelőni nem tudják őket, csak elgázolni. Ez elég logikátlan dolog, de higgyétek el, jól van ez így. Szóval kapkodsz, mert időre kell elérned a pálya bizonyos pontját, de közben a szélrózsa minden irányából záporozik rád a szar, és annyi mindenre kell figyelned, hogy az egyszerűen nem normális. Ezen a pályán például helikoptereket kell kilőnöm, de úgy, hogy közben folyamatosan spawnolnak a hőkövetős rakétákat lövöldöző többi helikopterek, amiket nem kell kilőnöm, csak azért vannak, hogy megkeserítsék az életem. Ezt a pályát kb. 8 próbálkozás után sikerült megcsinálnom úgy, hogy egyszerűen rárontottam a célpontokra, még mielőtt a hőkövetősök odaérhettek volna. Így is épp hogy sikerült, de egyébként ez a rásolós technika más pályáknál is hasznos volt. Aztán később volt egy olyan pálya, ahol azt hittem megőrülök. Van 4 bázis, amit meg kell védenem, természetesen egyedül, hát nyilván az egész keleti front egyetlen helikopteren múlik, na mindegy, tehát nem elég, hogy jönnek a szabotőrök két oldalról, de még van vagy 10 csapatszállító is, akik folyamatosan dobálják le őket ejtőernyővel, szóval gyakorlatilag bárhová érkezhetnek a pályán, és csak egyetlen épületet veszíthetek. Egyet!
Ez azt jelenti, hogy nem elég csak az egyik oldalt figyelni, és nem elég csak a közelben lévő bázisokat figyelni. Nem, ide-oda kell repkedned, kilőnöd a szabotőröket, a csapatszállítókat, az ejtőernyősöket, a közben rád rontó helikoptereket, mindezt rohadt gyorsan, és közben persze figyeljél arra is, hogy lehetőleg te magad se hallj meg. Őszintén nem tudom, hogy hogyan csináltam meg ezt a pályát. Nem tudom, egyszer csak kb. Fél óra szenvedés után sikerült. És ez, gyerekek, a normál mód. És akkor még a Doom Eternalre mondják, hogy nehéz. Ha! Igazából én ennél a 17. és 22. pálya kombinációnál adtam fel. Egyszerűen elegem lett. A 17-en fel kell venned két gyalogost a pálya másik végén, majd visszahozni őket a pálya elejére, ami oké, de nézzétek már meg, hogy mi van itt. Hát ez bazd meg, zeppelinek, repülők, helikopterek, furra pimpelt légvédelmi ágyúk, és aknák, amik együttéssel megölnek. És nem, nem haladhatsz megfontoltan előre, mert a két jó madáron éppen rajta van egy konvoj, akiket utol kell érned, mielőtt szétlapítják őket. A 22. pályán pedig elvileg ki kéne nyírnom az összes elit repülőgépet és helikoptert, amik hőkövető rakétákat lövögetnek, ami még oké is lenne, de közben van vagy négy épület a pályán, amiket nem lehet felrobbantani, de amik megállás nélkül szülik a full high-tech tankokat a pályára, amik szintén hőkövető rakétával vannak felszerelve, és ha van olyan mázlit, hogy életben tudsz maradni annyi ideig, akkor láthatod, ahogy egy komplett tank szőnyeg alakul ki a talajon. Nevetséges, komolyan! Át akartam állítani easy-re a nehézséget, csak hogy megnézzem a későbbi pályákat, de a játék közben nem lehet nehézséget állítani, előről kéne kezdenem az egészet, arra meg nem vagyok hajlandó. Ennyivel készültem mára, de ez még csak a kezdet volt. Még rengeteg játék van hátra, úgyhogy hamarosan folytatjuk a DCCD kínálatát. Addig is jók legyetek, sziasztok!